Offline ban vagyok még mindig. Na, elindult a live-om. És reméljük, hogy most nem fog kidobni. Tartalom átvétel. Igen. Elindult a live-om, király. Menj már innen. Na, sziasztok srácok, én Zoliu88 vagyok, és újra megpróbáljuk a winter módot. Remélem, hogy nem fog kidobni, és nem dobott ki egyelőre még. Hát ha most ránézel a live-omra, akkor látod, hogy... Igen, csak a dam csinál a nélkül is. Jó, mi a határja?
határátkelők ezek nagyon bejönnek. User disconnected from your channel. Wake up. De én megbögtetek ilyenkor. User was moved to your channel. User joined your channel. Hello guys. Halló, nézd meg a live-om, hogy milyen mód megy, de azt írják, hogy nem lehet hallani a live-t. Nézek. Pedig van mikrofonom. Nézek, Zoli, nézek. Ha már nem indul a vezetés. Mert? Jó, most már jó. Valami frissítést írt kell, hogy frissíteni kell. Itt tényleg mód. Mikrofon... Most akarom kipróbálni. Mikrofont érdemes úgy használni, mint az Aszali Audiót, olyan szinten. Vagy a mikrofonom legyen olyan magasabb az OBS-be. De most egy tél is izé van, és most jelenleg egy helyben áll. Tudom, mert még állítom. Laci, nekem a mikrofont hogy érdemes tenni a mikrofont per aux-ot? Azt maga, az mindig hűt, az a legvalósabb. Az 0.0 akkor, mi? Hát te az OBS-ben nekem hagyom. Nekem 0.0. 0.0-ban? Igen. És az a... Az aztali... Igen? Nekem mínusz 19 van. Mínusz 19 van az aztali. Anya, nem 18, nem 21, dik. Jó lesz, mínusz 19,1-en. Na. Amúgy szakad nálam a hó.
31 feliratkozója van Genesisnek, azt tudom. Hál' Istennek. Örülök neki. Én is. Na. Valaki, valami még egy Ford? Én most mind elmondozok. Nézd meg, Adrián most, jó? Adrián az ki? Most emlékszem. Dick még mindig nem emlékszik rá. Fogadjunk, még mindig nem tudod, ki ez az Adrián. Elég volt nálunk. Köcsék hoztunk. Nekem miért áll a live-on? Most már megy? Már nem áll? Még esik a hó. Honnan van meg? RTS2.RT.N. De milyen mód ez, Zoli? Hát most nekem mondhatod, hogy RTS-ban. Winter mód. Hány, mennyit foglal? Hadszak már meg. Jó. Hello, Csidag, üdvözlök a live-on. 600, mi? 600 megom. Adrián, jó így most a hang? Hangok, jobban mondva. 414 megabyte. Intermode V1.21X. 1.28. Jó, neked jó, nem viszont én meg hónap szabad vagyok. Hála jó Istennek. 6 per 3. 1.28. Opa! Winter 1 pont... Melyik volt? 1.6. Köszönöm szépen, Adrián. Ja. 6 per 3. Nem tudom, hogy hívták a srácot. Csí... Az volt a neve, hogy Frost Winter? Azt hiszem, igen. Frosty Winter, valami Winter Mode V6.1. Igen. V 6.4-es, no? 6.4-es. Laci, tőled kérdezik, hogy RTS valami? Kérdezik, hogy mi? Próbálja beállítani ugyanúgy a Winter Mode-ot. Mi a csajszék? Nem, Adri... Laci... vagy Adrián kérdez a Lacitól. Na most... Találom ezt a szó. Frosty Heavy Winter. 6.4-es. Heavy Winter. Én is reggel keltem, képzeld el, mentem melózni. 9 órát ledolgoztam aztán. De nem találom. De simán írd vagy RTS2.RT és ne írjál be semmit a keresőbe és ott keresd meg. Ja. Az első oldalon van talán a harmadik vagy negyedik kérdés. Jaj. Igen, Adrián, azért nem lett olyan erősen hallani a motorhangot, mivel ez egy MNTGA kamion, és ennek az eredeti motorhangja van benne. Magadra vagyok, keresem, de nincs. Hát pedig benne kell lennie. Én is mondtad, hogy benne. Vizén, sima oldalon tudod, hogy belépsz, és ott az oldalakat nézd. Csidagi, mennyi idős vagy? Jó, de át kell fékeznem, kolléga! Miért nem mész avval a póttal? Egy. Ó, hogy csessződjé meg, hogy be kell előttem fékezni! Te idióta!
1.6. Mi 1.6? Tudom én. Milyen 1.6? Most pont kocsit nézek. El az a izé pont, ami Zolinak van. Ó, Istenem, hogy... Fú, te! Mi a baj? Hát a buziai befékez előttem, az még nem enged el. Laci, nem indítasz egy live-ot? Lehet, hogy neked a lőszmód miatt fagy ki. Ez egy olyan most felesleges, mert... Mindjárt csak adja, hogy meg... Kéne valami kavion is. Fékezett egyet, és ki így elfordult keresztbe. Ja. Hát belementem. Havas, havas picit, ott van, van benne olyan volt is. Picit becsúsztam. Csúsztam. Te is keresztbe állsz, nem? Csidagja, Grű Jánost ismerted te Vecsésről? Vecsés... vagy Monoron lakott ő. Hát barátom, honnan, hova az anyába menjek innen ilyen állapotba? Neked kéne kicsit kihúzod előbrébb, előrébb. Ebben ki kettes vágni az ember. Hát figyeld meg, hogy hogy állok. Nézném, hogyha kettesben megváltanám. Hát bazd meg, muszáj vagyok betörni. Mi dugó lesz mögötted? Úristen. Figyeld, és mindjárt rám tollat az AI. Nem tudod előre megint húzni? Hát ő neki kéne előre megint, nézd már meg mekkora helye van. És nézd meg mögöttem, hogy milyen dugó van. Ó, hát elment. Mellette nem tudsz elmenni. Nem férek el. Nincs annyi helyem. Jól esik a hó, te. Tudom. Na miért nem indul? Hát nézd meg, nem indul el a zaj. És figyelj, jön hátra. Lehet egyenesbe akar-e szedni. Hát de miért egyenesbe? Ki tudja szedni onnan egyenesbe? Jól esik a hópaszki. Nagyon durva. Ja nem, most lehet, hogy most a tévét hallod nálunk. Szerinted én itt el fogok férni mellette? Elhált, hát... Hát hogy férjek el, amikor vissza kéne most szednem? Ma most talán. Persze, hogy el is indulna. Talán most elférek. Még mindig lehet hallani a zúgást? Nem vagy név, itt van, mert itt beszélsz teljesen. Lol, 6 nézőm van, ilyenkor. Na, csak ki tudtam jönni. Mi a baj, srácok? Mesterség és ind... Kéne, hallod, a pótkocsim nem nem sérült, nem sérült. Hát mivel Németországban lakik, azért németül tudja. Ki kérdezte? Az ember gondolja a csáv, hogy már a mesterséges visszerőgeti, az már így csak ilyen. Ja. Nem, hogy németül megy a tévé. Hát mivel Németországban lakik? De csúszik. Jó. Kajak. Becsúsztam. Majd nézd vissza, hogy jöttem be, és full fékeztem.
Szerintem megunk ott a live-om. De miért akarsz? De kettesben nem indul el ez a rák. Aha. És innen hogy az anyámból jöjjek ki? Elmondaná nekem valaki? Ó, de rossz kút fejre álltam be. Hogy néz ki a karusszal vagyok. Én is akar, én is le akarom szedni ezt a téli szart, de hát nem tudom. De nálad nincsen tél. Jaj, te busz el tél. De tél van. De hát nem esik ugye a hó, mint Zolinál. Hát meg valószínűleg ideig van. Ja, ez úgy, mint az eső. Húszadóban. Hát ezt nem hiszem, hogy nem lehet kijönni innen ebből a rákkal. Hallom, de semmi nincs. Hallottam, de semmi hang nincs. Na, most Zoli nem esik. Semmi hangja nincs a live-nak amúgy. Tényleg, ó, tényleg, bakker. Miért nem szólsz? Hogy szóltam? Igen, és nem hogy az anyádba tolassak ki ebből a fasz a popóttal? Nem tudtam megállni a pirosnál? Nem, mert akkor szóltál van, hogy azért jön. Ezt a fogarak, ezt a borgad is felírja? Nem tudom. Még több céghez kell menni. Itt milyen busz? Kurva anyádat, nem félsz ki innen, te rákos dizi. Ezzel fogsz húrni, vagy mi? Jan. Na, hát mész az embereknek. Beszálltak az utasok? Dali, megyek Larsinnak segíteni, de még jövök. De kajak Ikarusz hangja van. Jó, Adrián, oké. Hát ezt nem hiszem el. Mondom, nehezen fog. És köszönöm, mindjárt megoldom a szar kurva anyjába már. Hogy a faszom váljak innen ki? Már zöld a lámpa. Jó!
Most tűntem meg. Most lett elegem ebből a faszopó benzinkútból. A büdös kurva anyád, hát nem lehet kitolatni egy faszopó kurva póttal. Te faszopó. Mert bebicsaklik, amikor elsettek rám ezt a faszopó kormányt. Zoli el van. Zoli berégyel. Bocsára, anyázási. Hát ez a póttal tényleg nézom meg kiállni. Hát én basztam, mert én voltam olyan idiót, hogy... Beálltál oda? Nem nézek oda, hogy hol a kiárat most. Milyennek a nevednek a szartromó? Amint ellek? Elmélek is addig keresem, nem jön. Az első oldalon van. Itt vagyok. Hol? Nekem lefele. De út a rák, hogy nem jössz ki. Innyiáll megmondom, hogy melyik az a név. Fia, én megtalálom, akkor neked is meg kell, hogy találd. Figyelj, Zoli, ahogy elsőnek belépek, ott tekerjék lefelé, és... Álljáj, pillanatod. Hogy nézd meg, vagy az első, vagy a második akkor. LT és kötőpót, LT. Ugyan, beléptél, és oldal, man euró 6-os, szombodat ki. Nem, nekem Mercedes-Benz, also original. Akkor kinek mi? Ez kín Volvo FH, nem. Ott van, hogy a német City nem, German City nem, ott utána jön egy olyan Scania 113, Scania 111, és ott van a Frosty Winter Wearter Mod version 6.4. Azaz, ugye, Laci? Igen. Frosty Winter 6.4. Így van. Nem ír semmit, hogy hány kilobájt, meg mit tudom én. Nem. Nem kell csomagolni. Te, ki kell? Hárdja, enyebb, mi ez a kolor? Korrektion, az mit jelent? Laci. Valami színkorrekcionálás? Az be kell kapcsolni, korrekcion az mit jelent? Mármint color correction. Pedig is ott kell tenni, hogy W64 for. Igen. 1.28. Igen. Igen, 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 igen. Na, ez a color correction az mit jelent? Baszolom, tan. Lacit kérdezem. Hogy? A color correction mit jelent? Hogy azt mondom, hogy enable az a bekapcsolás. A HDR alatt van a LTS2.LT-n. Mindegy, vegetation, ditta, detail, kell a híg meg a grass. Jó, akkor kell nekem egy olyan, hogy játék. Játékmenét. Nanyád. Mondom, játékmenét. Na, ott van. Ups. Grafika. Mi az? Én konyan törik. Magas. Elég könnyen. Most megyünk át a határa. Nézem. Busszal. De milyen komoly hangja van? Rendes ikarusz hangja van.
Hát jó, a szlovákat. Mondjuk már ilyen 80-nál elég üveghangja van. Sind Sie Oskar Strömberg? Ja. Kann ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Ja. Wir gehen am besten raus. Ja, genau. Csidagi, egyébként neked megvan a multiplayer? RTS 2-re? Hát csak belekattint az? Igen, ez kös, ugye? Jöjjön az, hogy Frost 6.4-es C. De utána még van még kettő vagy három fájl, amit be kell másolnod. Nem, még ott van fönt a pszik, meg a alatta lévő. Egy vagy két fájl még, ami könyvtárban van. Még van fizikai mód is. Így van. Nem csak ez az egy van? Nem. Alattában van benne. Kicsemelítettél. Readme, TXT van ebbe. Van egy fizik. Igen, az a fizika. Ott van valami readme, meg ebbe is. Jaj, ha ez a Frosty Pipsy 6.4-es cikkem, a sima Frosty 6.4-es, hogy mi ez. Nem? Nem. De most innen hogyan? Jó, most mondtam meg ezt a kiállást innen a faszomba. Akkor három kell, nem? Négy. Kettő, nekem három van csak. De mindegy. Hol? Nem tudom. Menj a gecsi. Nem, mert hogyha elbaszod, akkor nem tudja, nem fogja betölteni. Értem, de tudom, hogy mit kell behozni, de én csak hármat tudok. Mert itt van a Heavy Winter addon, ott kell egyet. Igen. Meg az a valami cips, vagy mi. Igen, az egy. Meg amúgy, amit nem sokkal ki, meg ott is van. Na, hát ezt meg az annyi. Akkor annyi. Jaj. Itt mi a... Sie hat versucht, Amanda zu erreichen. Wissen Sie, was Sie von Amanda wollt? Nein. Ja, sehen, was du meinst. Julia und Amanda standen sich sehr nahe, deshalb haben sie dauernd geredet. Was haben Sie vorgestern Abend gemacht? Figyelj, Csi. Nevet, hogy kérjek már tőled, légy szíves, Csidagi. Hogy mi a keresztneved? Obwohl ich weiß eigentlich gar nicht, wo die wohnen und so. De ugye basztam megint az anyámat. Romod be egy fuvart. Betölt 5 év. Hallod, nem érted, még rendes autóhova vagyok, geci. Rendesen zebrák vannak, meg minden. Persze. Na, várjál, csak megnézem én is ezt a... Hát nézd meg a live-on, hogy milyen a winter módom. De neked milyen heavy? Nekem nem heavy, ezt nem értem. Lehet, hogy a sorrend nem mindegy, hogy hogy teszed be. Nekem az a pót kell az, amit te húzol. Mindjárt linkelem a pótot. Mert az nagyon tetszik, az a nagyon nagy. Tényleg itt nem is, hogy mennem kell. Sajnos, de majd...
lesz, jövök holnap. Sok sikert. Hát jó. Kristóf. Jó ét, szia, hello. Jó ét. Kristóf, nem gondolkodtál abban, hogy letősd a multiplayert és esetleg jelentkezz a cégbe és úgy is emberekkel menjél? Jó éjszakát, szia. Amúgy Kristóf, amit leírásban megtalálsz linkeket, arra iratkozz föl, légy szíves. Kiment el a izé, a Adrien? Nem, a izé. Adrien, mert nem volt, azért dolga. Adrien. Ja? Te is mész, Laci? Én nem, én most jelenleg én ittom újra a fizetést. De amúgy, amúgy hallod, Peti, a Winter mondod, be lehet kapcsolni multiplayerbe is. Igen. Aha. Fasza. De miért? Laci, mi van? Kidobál a izé a Winter mód? Nem, hanem nem találtam meg a Frosty. Itt van. Frosty, mindig kell Winter mód megerősítés. Egy legfősebb volt, mert csak két fáj volt berakom ott kezelőbe. Nem három, azt mondom. Várják, kell a mondom, fizika mód. Kell a winter mód, meg kell a heavy winter mód. Kell a heavy winter, a sima frosty, meg a frosty hiányzott. A fizikának a heavy winterbe voltak, hogy csak a frosty is elállt, de nem működött nekem, hogy nem Zolinak esik a hó, mint a vadállam. Állam meg nem. Hát figyelj, a hó az ugyanúgy, mint az eső esne, de úgy veszi... Tehát amikor vered föl a izét, mögötted a cuccot, az ugyanúgy, mint hogyha esőt vernél föl, tudod? Okay, habár nem! Nem, mert most már havat ver föl. Nem volt semmi, nekem ez volt az izé érdekes. Nekem sima tiszta, normális izé volt. Időjárás, csak annyi, hogy havas volt az út. Na és, Peti, mit mondasz ezzel manomra? Jól néz ki, faszom. Nagy a izé eleje, nem? Így belülről nagy, nem? Nagy. Elvédő. Jujj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 uj
Megint húzza magammal a kóra. Beférek oda. Megállok? Nem állok meg. Nem féltem be. Bazd meg. Bazd meg, 1% a pót, 22 a kamion. Nézd meg ezt a becsúszásomat, hogy hogy jöttem be. Néztem. Kicsit csúszott a kamion. Megint álltunk. Puszi. Mi történt? Picit csúszt. Egy picit csúsztam. Egy picit? Mint te úristen, hogy mutatsz. Kb. 10 métert. És látod, hogy... Már a live-on vele. Kerekül vagy a busz. Hát bírok menni a hóba. Látod, hogy kormányoztam. Na, egy pirés vagyok. Láttam. Nem is jött. Nem kapok a helyzet. Mit? Nem bír elindulni? Nem. Kérdez, nem megyek. Kristóf, mennyi idős is vagy? Trittelek. Tudod a pótkocsit akkor? Nem, bulsz, csak utasokat tud vinni. Nem tudom, hogy elküldöd az izének a linkjét. Egy pillanat. Hát, onnan nehezen fogsz kijönni. Nem tudom, mi volt itt. Ez egy bár volt, nem? Hát, ja. Valami ilyesmi lehetett ezek szerint. Aber... Bei dir nichts Problem, Marie. Nein, hab ich nie Problem. Hab ich Problem,
Nee? Srácok, írjon majd valaki, hogy a Kristóf visszaír ez a... Aki írogat, hogy Kristóf, hogy mennyi idős. Pilés vagyok. Nagyon csúszik, komolyan. Ilyenkor kell megnézni, hogy a hátsó kerek áll vagy forog. Milyen köt van, gyerekek? Und schicke sie mal in der Jut. Nem csinált semmit, hogy... De a kettes nézed volt, olyankor áll a kerék hátul, vagy forog? Nem forog. Ja? Akkor nem is csúszik. Adnak kilométer per órán. Néha tök jól lehet látni fekete, néha meg ilyen szürke is. Nézem. Kilométer per órán nézem. Uh-huh. Néha ilyen szürke is, néha meg fekete. De a fények miatt, hogy ez... Az lehet, mondjuk az is. A lámpa rávilágítszik. Ha kimész egy olyan helyre, ahol nincs lámpa, ott fekete. Srácok, itt a srácom, akitől kérdeztem, hogy... 11 éves. Mennyi? 11. 11. Van team speaked? Na, no, már 11... hát nem tudom. Egy próba cseresznyét megír. Meg, hát majd jött egy 12 éves hozzánk. Igen. Tényleg, Peti, várjál pillanat és kérdezek tőled, hogy lehet, hogy őt ismered. Hol a faszomban van? Komm schon. Der Typ ruft vielleicht irgendeinen so Arsch an, den uns die Kehle durchschneiden soll. Hier, fass mal an. Ne. Wo hast du die her? Von einem Typen aus Malmö, oder einem Typen aus Kopenhagen. Ja, Hitman. David tot. Öt ich meret. Tot David. Igen. Valósatok. Jó, mert nem ugrik be. 9 órája akar csatlakozni hozzánk a Facebook csoportunkhoz. Nem ismerem. Tóth Dávid, Tóth. Egy ilyen macska van a elején, a profilképjén. Most megnézem.
Ja, igen, ismerem Dávidot, Erszád. Ő az új emberünk? Igen. Akkor elfogadjuk. Jó van. Nem tudom, hogy srác írtad volt, hogy van-e új TS, vagy nincs, vagy mi a tököm. Hallod, milyen az, hogy éjfél után van őt nézőm? Az jó. Nagyon jó. Laci, tolunk egy húart, vagy mehetek egy promódot? Srácok, gondolod, mehetünk fúvat. Na jó, akkor leteszem én is, mindjárt van 170 km. Akkor srácok, itt átmegyek egy lébe, multiba, és induljunk Kosicéből. Hogyha van ott mindig. Kéne fel Skandiból, vagy dupla pótot, nem? Akkor induljunk Skandiból, dupla póttal? Bergenből, ja. Bergenből, azt mondod? Nem mindegy. Laci, te... 160 km-re vagyok. Ezt leviszem a számtárnak. Jó van. De jó, hogy most volt nyitva a trábokom. Az gáz. Na srácok, annyi változás történt, hogy most multizunk egy kicsit. Egy pár órát. Ámtam, hogy a fiúk hogy bírják. Én biztos, hogy hónap reggel 5-6-ig fönn, vagyis ma reggel 5-6-ig fönn leszek. Á, nem fogod addig bírni, Zoli. Bazd meg itt, srácok, egy hónapon van és repülök. Nézzél rá a live-ra. Akkor figyelj. Kicsit megcsúszik a járkán. EU3 vagy EU2? EU3. Figyelj, EU3-on vannak 513-on, EU2-on vannak 2246-on. Menjünk az EU2-re, hát fel lesz valami kis izgalom. Jó. Mit csúszik? Láttad? Hallod? Hát, úristen, hát... Viszek egy fuvart, az mindig az útszélét fogom fogni. Na, akkor Laci, neked Bergenben van garázsod? Hogyan? Itt megállok a parkolóba, leteszem ezt a izét, és akkor hol nincs? Neki hol nincs? Azt kérdezd. A multiba be lehet kapcsolni ezt a havasszart? Igen. Most nem, szerintem. De hol a parkoló? Nem tudom, hogy most be lehet-e kapcsolni, de az a baj a multiba, hogyha bekapcsolod ezt a havas módot, akkor mindig esik a hó, és olyan zavaró, hogy nagyon. Ja. Szerintem, legalábbis Laci, neked mi a vélemény? A fehérség megöli a szemem. Igen. Nem a fehérség, hanem úgy esik a hó, mint a izé. Mint ilyen molyok jönnének be fel a szélvédődön. Akkor EU2, igaz? Igen. Hű, bár Bergenből akarunk elindulni EU2-n? Akkor megyen valami kis izgalom. A más kandi helyről. Nem. Hányan vannak Bergenben? De mindenki DAF 105-össel van, ugye? Igen. Igen. Srácok, tegyük már föl a... Csináljuk már meg a izét. Csináljátok már meg a... Mi a faszom az a festés? A... German. Igen, a szándrálos. Majd csináljuk meg belőle a magyart. Mit akar? Magyar csináljuk meg most belőle. Oké. Okay. Kogó tipeje, ugye? Igen. Igen. Single-be is megtalálsz. Jó volt ez a húr, nem? Kereslek. Ma jó volt.
hogy van? Az első az piros. Az első piros, a piros, fehér, zöld. Alatt a fehér. A piros, fehér, zöld. A zöldből melyik? Az mindegy? Bassz. Majd megpróbáljuk bármilyen, nem úgy van. De várjál, ne. Piros, zöld. De a zöldből melyik? Milyen piros, zöld, fehér ember? Miről beszéltek? De nem úgy van akkor. Nem. Piros, zöld, fehér. Ugyanez van. Hát igen, úgy igen, de amúgy piros, fehér, zöld a magyar zárás. Hát igen, de a Sándrás... Vagy várj, állj. Megvan mindenkinek a magyar a magyar festés? Nincs. Nekem nincs. Nekem megvan. Ó, bassza. Nekem nincs. Még szép színű lehetett volna, hogy... Várjál. Most meg... Mi az a magyar festés? Mi a izéja? Laci. Hogy van fönn címen? Hungarian Paint Job, nem? Igen. Remélem, hogy bele... Pillanat. Pillanat. Most úgyis ki fogsz lépni... Ki fogsz lépni a játékból. Karácsonyra meg. Lelépít a játékból, vagy mi? Jó, kettőben. Várjatok, kell nekem egy ilyen. Nem felejtettem el, de azért itt sokan vannak nagyon. Nem baj. Legyen már egy kis izgalom benne, az előbb is milyen frankó volt. Amikor mi voltunk. Akkor hülyéskedtünk, azt mondom? Hát az durva volt. De a 2016-os Forma 1 van meg. Még? Várjál, Peti, keresem neked a... Hogy ne vágnám, kerem vágom. Ádám, vizuál. Régen láttalak már valami. Hozzá régen láttalak. Opa, megvan. Bergen. Bergen. Hú, Peti, szerencséd van. Na, mondjad. Mindjárt mondom, mindjárt látni fogod. Ja, jó, oké. Mi vagy te, Hakithun? Hakithun. GH vagy sima Hakithun? Hakithun. G, O-A-B-L, E-I-F-G, H. Mindenki dupla pontot visz. Tehát üzzem le, hogy vagyok leírva? Nem, meg vagyok már. Piros profilképen van. Meg vagy már elvileg. Anyád. Fox az ma utazik 1200 kilométert. Ide érnek. Majd... Ó, hajnalbát. Hallod? Figyelj, amit ír, hallod, amit... Peti, amit írok be, én a szemed komolyan. A szövegnek. Az emberednek skin csinálni. József Rászlókori? Hát van benne valami, nincs a videó most a lábhoz, gyártok. József László itt. Uh-huh. Én csak kángenezis. Üdvözöllek a live-ban. Bizonyám. Na, ment is a... Nagyon beindultál, te fél. Figyelj, hát az anyám kellett volna abba hagyni? Bocsi, alud, Peti, bocs, hogy ezt írtam, de... Most vicc, ami vicc, ami most mit csinálják vele? Na, tudod, hogy csak vicc. Tudom, hogy... Okay. Nekem is az a baj, nem sok idő van, de... Genesis, most a kilométeret leseprem. Ha nézed ezt a live-ot, leseprem a kilométeret. Véged. Nem van söpörve a kilométeret. Nem van söpörve. Nincs itt. Nincs itt? Nincs itt. Hát, na, megkaptad, Laci. Van, azt mondja, van. Jajt van. Van. Peti, megkaptad? Meg hát. Na, mondom, bocs a szövegért. Nem baj. Től fülyéskedés vagy fülyéskedés? Ajja, nem, van, nagyon bőbeszédi. Nem, új, ott is baj van. Új, gyere föl, TS!
Nem, nem. Van, van. Abszint. Van gond? Hogy lát? Peti, berúgtál. Hál' Istennek. Peti nem szokott berúgni. De ezért pénteken be voltam. Egészségedre váljék. Akkor EU 2. Hű, de megfogyatkoztunk. Gyere, Berge, ja, ne legyen, ne gyere, igen, ez is, vagy de. Jöjjön csak. Neki már nem kell matőn fuvarni, neki már nem kell. Jöjjön csak. És TS-re is jöjjön föl. Gyere föl TS-re. Gyere már föl, egy jó csapatunk, ökölködünk. Beszélsz már velünk, tehát ilyenkor nem jössz. Hát beborítom a Petit a zárokba. Csak Laci után, vagy mi? Aber du auch nichts findet, die was ist Finkenwerder. Peti nem szokott berúgni. Egy pillanat. Nem, csak kirúgni. Ja, kirúgom Genesis most. A Genesis-e, Nikolájból, Rokalá lábjára. Egyből elkezd nevetni. Vége, olyankor. Vége? Na, egyből olyan marasodok dirog. Én még most töltöm lefelé. Itt vagyok. Most töltöm, maradok. Mit kit? Na itt van. Itt van. Jaj. Jó reggelt kívánok. Itt mondtam, hogy nem. YouTube-ok királya, mit jól? 31 feliratkozódon, gratulálok. Ja, gratulálok szépen. A feliratkozókhoz. Köszönöm. Ja, figyeljetek, előre szólok, ha véletlenül egy papós csiga fölép, akkor azt törőjétek be, nem tudok volna másodat is elkezni nálam. Jó, oké. Ja, mert van ilyen, hogy fellép a papós csiga? Igen, az nem tudok volna másodat viselkedni, annyit ült nekem, hogy én nem is tudom, hogy én dagadt vagyok, meg van valami, hát nem is gondoltam, hogy nem kell komolyan menni azért. Nem, én gyökerekem, mert ugye pont azt kirelettem, szóval teljesen mindegy. Ennyi. És van. Majd zoomod akarokban, majd lányután vagyok, majd ráig, és kezdjük beszélni bármit, amikor ráig. Jó? Oké. Fognak ülni majd kettő és sárc van még, jó? Figyelj, Laci, én be fogom vezetni a mai megbeszélés után a 18 életévet. Kicsit a az egyik sárcokat, pontosabban élő lányban nem tudom melyik mi van. Dávid. Négy utána. A Dávidot már fölvettük. Na, oké, de lesz van még ez majd, várjál valamilyen... Csak csinálj valamit a mikrofonoddal, mert nálam nagyon recsegsz. Ja, valami baj lett a mikijével. Igen, a live-ba is volt valami. Ja. Most jó? Na most levettem a hangot, azért most itt hangot tudtuk. Ezen néztem én telefonon egy ilyen promotos, hogy ikon... Hallod, fiad, én promódon beraktam a winter módot. Jó, gyorsan. Itt vagyok, csak tankolok. Hallod, így meg úgy. Ki volt, ha megint itt van? Nem, még mindig. Hogy nem? Slávgut. Hányan vannak itt? 23-an. Most kinek a lábra? Hát, na ki éve? Laci éve. Én azt hiszem, hogy a Latinak elég ki. Akkor... Sokkal felhasználó, sokkal jövő felőtt. Akkor is. Ha mióta elkezdett, aztán én már is elkezdett 31-et. Akkor srác... Nekem nincs időm rá. Hát jó, nekem én is, én csak kezdem időt.
Nekem az a baj, hogy a héten egész végig itthon voltak, ez az. Laci, Genelis, neked megvan valamelyik magyar festés? Meg. Amit tudom, mert megvan festés, magyar festés. Jó, csak Peti, most kitaláltuk azt, hogy magyar kamionnal megyünk, DAF 105-össel és Tuning Gold verzióba. Felérted, hogy DAF 100, hát nekem egész 105-ös DAF-on volt. Na, avval megyünk, csak festésben használunk egyfajtát. Hát jó, hát oké, rendben van. De mondjuk eddig is a német idén festés használtam. Jó, tudom. De most magyar festést használunk, és majd mind tegyük fel a zászlós festést, vagy mit tegyünk fel? Melyik festést? Mindegy, Zoli. Teljesen mindegy. Amikor megbeszéltük ma amúgy, 10-nél többen vagyunk, akkor a magyar, ha nem, akkor... Jó, de most egy ilyen konvojra, egy ilyen élős konvojra, melyiket tegyük fel? A magyart. De a magyarban van 5-6 fajta. A holtobágyos, ez nagyon szép. Holtobágyos? Ezt a fúl világos, ezt a fúl világos. Én tovatni külön kicsit. Hogy ez? Nem lehetne főrekni ezt a festést, migráns festést. De, neked minden. Migráns? Teljesen nem adtam rád azt a izét, bocs. Na, hallod? Laci, Genesis, képzeld el tegnap, elindulok 4:30-kor haza. Szerinted mikor értem haza? Legyen 4:30-ra. Ha legyen ez a sima festés is, akkor haladjunk, légy szíves. A piros fejed előtt? Igen. Tudom, most ebben a videóban hányan tekítették önnek a kívült ezt a lányot? Na. Nem hittek el. 63 megtekítése volt ebben a lányban. Akkor melyik fajta piros fejed zöld legyen? A sima piros fejed zöld. A másik lányban, amit csináltam Bratislava Lemon, azt 43 megtekítése. Ez a Hungarian Metallic? Igen, Metallic Pattern, vagy mi az? Pattern. Jó, oké. Okay. Azt tettük akkor, és akkor nézzünk fuvart. Jössz, Laci, amúgy, Genesis? Na, hogy megyek én. Ja? Nem, mert a végén azt tudod mondani, hogy ne, hogy ne lesz egy tatujálva. Gyere már, Laci, hát rád várunk. Menjetek, csak gyerek, akik már lassan, hogy meg kell meg álmos lenni. Jó. Már neki csicsika van, nagyját ott, na, idős, na, idős a bácsi. Jobb is lesz, hogy most már apnak szorítani el már. Halló! What? Benézek hozzád is, várjál, Zoltán. Neked is dobok egy diszkrájtot. Kösz! Másiknál nekem az hiszem három olyan lájkot dobtak, ami nem tetszett nekik, mert mindjárt visszavették idénre. Nullára. Hát ez már meg kell szokni, hát ez előbb. Várjátok, én Budapesten vagyok. Izé, majd Kalmárban van. Várjátok, mert én meg hagyd teleportáljak föl Bergenbe. Kalmár. Olyat kéne nézni, hogy azon a kis, jó kis parkoló menjünk, parkolós helyen megyünk át. Igen? Ott fogunk elmenni, aha. Borsavot viszünk. Várjátok, már még én elfelejtettem, hogy kamiont váltottam, és visszadobolt Budapestre. Oké, okay. Megvárunk, Zoli, csak addig megnéztük ezt a fuvart. Jó van. Kalmár és Borsav, egy ilyen, mit tudom, milyen volt ez a Dremquan Trans, vagy mi ez? Dupla? Drekárta. Dupla pótó? Igen. Triple. Hello, Zoli, ma úgy hülyéskedtünk. Ez nagyon jó volt. Borsav, ez a, izé, kék szürke kék volt, ugye? Megvan. 3, 2, 1, menj, nem kell recskázni. Csüss! jó. Folytatás. Fétentő. Ja, arra kell kattintani, hogy folytatás, de nem tudom most, hogy ez miért. De ne fétenterezzetek. Menjünk el. Akkor legyomtam. Én is legyomtam. Akkor kurva voltosan álljatok ki egymásból. Megy már akkor kurva voltosan? Ki megy el kérlek? Én. Akkor menjél. Nem. Én meg most töltök vissza be a szervidőn. Csináljátok azt, hogy... nagyon, mi álljunk ki nagyon egymásból.
Mit? Nagyon? Egymásból álljunk ki, tehát aki a hakit mögött van, az menjen ki a parkoló részre. Forduljak ki, vagy de nem tudom, ki. Ne, még ne indulj el, Peti. De jó. Azt kifenjek a velem szembe, így légy útszépen. Ja, most azt mondjuk. Azt mondjuk, kitérsz. Kérek? Aha, akkor megyek. Ki, beeltogattam. Ja, csak mi egy srác fog most. Igen? Aha. De jó, én nem erre jön. Gyertek, majd itt félrehúzódok. Ja, már kint is vagyok. Én is kint vagyok. Jó, van, oké. Majd itt félrehúzódok. Itt nem tudok baszni. Valaki beteleportált elé. Nagyon szép ez a festés, te. Itt a benzinkúton majd megállok. Csinálhatnánk képet amúgy, mert még világos van. De a lényünk sötét lesz. Jó. Ide szép ez a festés, te. Milyen festés kaptál? Piros fehér zöld. Nem fogok kiférni. Nem tudom, szintén be fogunk férni. Így gyertek ide. Dugjunk egy selfit és utána hajtsunk. Jó. Valakinek majd a másik oldalra kell menni. De a kurva anyád a gyerek ki belém, te faszopó! Na, de jó, van hely. Kicsi van. Hát a Valdés anyádat nem látod, hogy üzli? Miért annyira elmesszire állsz ki? Mert ha véletlenül valaki jönne, addig mi Zoli ide jön be, Zoli szerintem nézd oda! Nézd oda! Ha véletlenül valaki jön tankolni, akkor... De nem tudunk olyan egyszerűen kacsázni. Ja, én megálltam, leállítottam a járgányt. Én is leállítottam. Na, hogy a kurva nyárba menjek innen? Mi van? Ahogy van nyugi, amikor 85% a pótkocsim? Vagy 22. Ne dudd el a kurva anyádat! Mert megbaszlak. Te. Kilométer számít, hogy te mondtad. Hát vissza kell teleportálnom a szervizbe. De az igen. Gyere, szit. Ezért nem jössz üzét live-olni velünk, mi? Most már érted. Jó, hát akkor fogom magam, azt ennyi. Nem teszik, nem teszik a viselkedésem, akkor ennyi. Aztán megyek, mintha megyek, hogy tovább promoldom. Na srácok, megyek vissza multiba, már is multi, promotra. Csak egy kicsit kurva sokáig fog tölteni. Úgyhogy ja. Ich habe nur die Schranktüren justiert, das ist alles. Sie leben, dass Sie sowas hinkriegen würden, glaube ich Ihnen nicht. Sie waren dort, um etwas zu holen. Ist Ihnen eigentlich klar, dass Sie Teil einer Mordermittlung sind und zu den Verdächtigen gehören? Ich will nicht in irgendwas reingezogen werden. In was reingezogen werden? Ich glaube, Sie kennen Julia besser, als Sie zugeben. Ja gut, ich helfe hin und wieder Computeridioten. Julia Vredin hat mich über so ein schwarzes Brett im Supermarkt gefunden. Aha. Wobei sollten Sie ihr helfen? Installation von Programmen. Einen Computer haben wir da aber nirgendwo gefunden. Und auch keine Fingerabdrücke von Ihnen im Haus. Ich würde sagen, Sie waren dort, haben den Computer geholt und alle Spuren beseitigt. Was hätte ich denn mit dem Scheiß machen sollen?
Und wenn Sie keine Spuren haben, können Sie auch nichts beweisen. Sie waren, kurz bevor Sie starb, im Haus. Sie waren einer der Letzten, die Julia Vredin gesehen haben. Ich habe doch ein Alibi. Ein Alibi? Ihr Nachbar? Ihre Mutter? Eine frühe Rentnerin mit psychischen Problemen? Sie braucht sie, sie vertraut Ihnen. Sie hat nur sie. Wenn Sie nicht mit uns kooperieren, holen Sie zur Vermählung und setzen Sie unter Druck. Können Sie das antun? Na Scheiße, akkor folytatjuk tovább a promódot, mert nem lehet rám várni. Sie können dann gehen, aber wir behalten Ihr Mobiltelefon. Glauben Sie ernsthaft, ich würde Ihnen das hier lassen? Wir haben einen richterlichen Beschluss, da gibt's nichts zu verhandeln. Okay, Sie können gehen. A live-ot fogjátok látni, hogy mennyire törtek össze. Megoldodott. Haben Sie zu ihr gesagt, Sie würden ihr die Kehle durchschneiden? Leica, Ruhe jetzt! Du musst psch, psch, sagen. Wieso sollte sie das erfinden? Keine Ahnung. Julia hat sich nicht von Vernunft leiten lassen. Hier ging es um Kontrolle. Wenn sie die nicht hatte, dann wollte sie die Welt um sich herum zerstören. Hat sie ihre Welt zerstört? Sind wir fertig? Er hat über Sie gesprochen. Wen meinen Sie? Sie wissen schon, wen ich meine. Sie hatten keinerlei Kontakt mehr zu Amanda und doch besuchen Sie sie im Krankenhaus und quetschen sie über diesen Handwerker aus. Und der hat jetzt angefangen zu reden. 35 Jahre Erfahrung als Kommissar sagen mir, dass wir morgen alles wissen. Es spielt keine Rolle, was die sagen. Die? Es waren zwei. Zur Hölle mit ihnen. Julia. Julia hat es nicht verdient zu leben. Sie hat mir das Einzige genommen. Und, das ich geliebt habe. Warte. Ich habe sie gehasst. Von dem Moment an, als Amanda geboren wurde. 19 Jahre lang hat sie meine Tochter gegen mich aufgehetzt. Ich habe sie erstochen. Ich war's. Ja. Ich war's. Ich habe sie erstochen. Denk mal, Kube trinken. Nein, geh mal hin und mach dir mal ein. Ja. Dann zeigst du mir. Hol mal die Flasche hier. Hol mal die Flasche. Gib mir mal Glas. Ich habe von gesprochen. Also kann Tora nicht allein sein. Es ist also ziemlich wichtig, dass wir diesen anderen Mann finden, den er erwähnt hat. Könntest du... Da sind mehrere Flaschen, glaube ich. Gut, wenn die Küche schlafen. Ja, da wollen wir natürlich. Hey! Hallo! Nee. Ich hätte gern mit Tora reden, mit dem schon geredet. Er hat nichts getan. Nein, klar, ich will kurz mit ihm sprechen. Guten Morgen.
Moment, wie ich das so uns helfen kann, dann müssten wir sie nicht weiter belästigen. Tore ist aber nicht da. Ja, hier. Hören Sie ihn. Tore hat doch so einen Freund, mit dem er oft zusammen ist. Nein, Tore hat keine Freunde, mit denen er oft zusammen ist. Kein Freund ist so angeblich jemanden geben, den er sehr oft sieht? Nein. Niemanden. Gut, okay. Er ist mit seiner Freundin unterwegs. Wissen Sie, wo ich sie finden kann? Nein, sie hat keine Ahnung. Meist sie hier, mal dort, manchmal. Manchmal hilft sie auch hier und das und so. Okay. Danke. Ja, waschen. Ja. Du musst deine Arbeitshose. Ich stand in der Waschmaschine oder was? Nee, was ist das? Ich meine, morgen denn, ne? Ja. Da habe ich ihr das Messer in die Brust gestoßen. Sie brach zusammen. Fiel auf den Boden. Und dann sah sie mich an. Im Eisfach, oben im Kühlschrank. Ich sehe die Plastikfolie ein. Erste Fach. Und schleppte sie raus. Was haben Sie dann getan? Danach ist alles schwarz. Ich kann mich an nichts erinnern. Was haben Sie mit der Tatwaffe gemacht? Ich erinnere mich nicht. Er erzählt ganz genau. Schritt für Schritt, wie er vorgegangen ist. Und Erik erzählt Details, von denen nur der Mörder etwas wissen kann. Ich habe mit der Staatsanwältin gesprochen, es reicht für eine Anklage. Ja. Es ist verdammt ärgerlich, dass Linda diesen Freund von Toro nicht finden kann. Telefon mal unter die Lupe genommen und nichts gefunden, was direkt kriminell wäre. Aber da waren zwei verschiedene Apps drauf mit Störprogrammen für an GPS gekoppelte Alarmanlagen und Apps zum Empfangen von Bildern von Überwachungskameras. Überwachungskameras? Ja. Und wie erklärt er das? Wir haben ihn noch nicht erreichen können. Hast du gemacht? Mhm. Hast du das andere Glas von mir ausgetrunken, meine Glas? Hast du getrunken, das andere? Warum nicht? Weil er ist mein Leben. Ja, aber das andere von dir doch auch noch. Was ja. Da steht. Gleich. Ja. Ja, genau. Na, srácok, még mindig töltőképernyő van, úgyhogy várnán, vártanán. Aztán mindjárt adunk tovább. Was willst du damit bezwecken? Kannst du mich nicht in Ruhe lassen? Csak hát a promód egy kicsit sokat tölt. Köszönöm szépen a feliratkozást, nem tudom ki volt. De hogyha nézze live-ot, akkor írja meg kommentbe. Alles. És most mehetek egy copyrightos nyugis szene. Csidagi, te voltál? Amúgy srácok, elnézést kérek az előbbi kiakadásomért, de azt, hogy ki akarok állni a szervizből, elakadok és összetörnek, meg telibe vernek, azért inkább megyek a módon. Warum kann er sich nicht an den ganzen Ablauf erinnern? Ja, aber sein Detailwissen macht ihn äußerst glaubwürdig. Vielleicht kommt die Erinnerung. Csak hát ugye a promót sokáig tölt. Úgyhogy ez van. De már bekészítettem magam a piákat, jobban mondom. Stell dir vor, es war so, dass Turbo die Kameras im Haus installiert hat, der Mord aufgezeichnet wurde und Erik die Aufnahme gesehen hat. Bocsi, srácok, ugye betölt a promót. Aber nicht an das, was draußen vor dem Haus passiert ist. Du meinst, dass Erik die Tat gar nicht begangen hat? Kedves József László, nem értek azon a nyelven.
Tore? Wir sehen uns morgen. Alle hat igen. Figyelj, próbálj meg egy új jelszavat kérni, Csidogi. Ahogy a migráns se tudsz, az mehet. Laci, hogy vannak a gyerekek? Zwischen uns. Aber ist doch besser so. Wir passen sowieso nicht zusammen. Most is hát egy kicsit lassan tört a promózom, főleg a wintermód miatt. Igen, Nellis, nyomunk egy rákát liget? Valamikor? Még a mai nap folyamán? Deshalb hat also Julia erstochen? Erik hat Julia also erstochen. Woher weißt du das? Ja, ich habe sie doch da am Strand gesehen und... Aber du hast doch nur ihr Gesicht gesehen. Ihr Körper war abgedeckt. Dürfte ich mal auf die Toilette? Ja, klar. Most mi a faszom van ebben a kurvában? Jaj, is elkezdett töltön, nem tudtam. Elég bent vagyunk. Sofél. Thank you.
Laci, nem megyek föl TS. Kedves Laci, én nem csalok. DDD. Megyek föl TS most. De egyedül akarok föl, másik TS-en szobába akarok föl lenni. Pillanat alatt. Channel switched. User was moved to your channel. Na, csöcső, figyelj, mi akkor csináljunk egyet? Menjünk multiba, vagy rakettezzünk? Hát figyelj, most az mennyi, nyugodt a víz lehet, nyugodt a csapódnak, nem tudjak aztán. Nem, hallod, nem bírnak megválni, meg bazdmeg összetörnek, amikor ki akarok enni egy dupla póttal, és így azért akadtam ki. Já, jó, hát nem gondol. Mennyi játsz egy ezen a promódon, mert ezt a promódot ezt még nem láttam. Mennyi, nyomjad neki. Jó van. Mert figyelj, mit akarok, nekem a YouTube csatornám az nem jó. Most az, nem most az előbb értem, és nem jó a YouTube csatornám. Miért? Mert nem jó. Most mentem rá, és nem jó a YouTube csatornán. Miért? Mit ér ki? Hát olyasmit ír ki, hogy valami a tört fájlok nem lép, vagy videók nem léteznek. What? Ilyen tudjuk. De majd később ezt mondod, a holnap már megcsináljuk ezt. Jó, addig tóljad neki. Van. Hallod, de te hogy jöttek ezt a ilyen zenéket adtál? De hogy nem olyan zenéket adtál, ami ízik? Figyelj, én csak kapok egy copyrightot, tőle én nem foglalkozok vele. Ja, értem, ha. De attól nem törlik ki a live, vagyis a videót, ugye? Mit csinál? Nem. Hát, nem? Jó. Akkor én is csak mondom, hogy az ilyen zenéket foglalkozok. Tehát annyi a lényeg, hogy nem szabad semmit indítani, tudod, semmilyen, hogy... Júj, de csúszik! Csúszik? Jajjajjaj, jó! Amint elmondom, csúszik.
Tehát nem szabad semmit olyat csinálni, hogy nem fogod el meg minden. Annyi a lényeg, hogy úgy kell hagynod a YouTube live-odat, hogy van, és maximum annyi, hogy reklámot tesznek be a live-odat, tehát a videód alá. De így csak körfordulni, hát nézd már meg, hogy megállásnál, ahogy ezért fékeztem. De nincs, ez egy üveged van. Micsoda? Sötétít a üveged van. Aha. Aha. Hát ez egy... Figyeld milyen pótkocsi van. Csak álljak meg. Jaj. Még a kicsi csítőzői, hogy ő sem tudok hozzám csatlakozni. Nézd be milyen pótkocsim van. Nem egy hozzuport kocsi van, ugye? Hát nem. Jó, hogy ezt ja, és tudom emelni a portkocsi tengelyét is, figyeld. Nem áll. De. És megújik a portkocsi is. Itt is mi van emelve, de jó, meg itt is. Aha. És 60 tonnát viszek. Ez durva hallott. Ja. Nem mondod, lekapcsoltam az élőmet, mert be is hidalok. Nem baj, Csidagi, nyugodtan. Én is ebből akarok aludni. Na. Amúgy bocs, a tévés rácok, de... Ahogy Csillag, jók a hangok, minden? Minden jó hangok. Igen, zene, beszéd, meg minden jó? Addig és lefullad. Sányosba induljek el az anyádat már. A faszom a kedve van fordulva a pótom, vagy mi a faszom?
They could not do the rock. Hol az anyád picsájában, hogy elakadt ma te? Majom. Jó, faszomat most untam meg, elfétente a kurva anyád. Nem bírsz kijönni innen, te faszapó. Jedes Jahr, wenn diese Tür in Oslo aufgeht, schaut die Welt zu und der ein oder andere hofft, dass dann sein Name genannt wird. Denn diese Auszeichnung macht Menschen für die Geschichte unsterblich. Und auch Organisationen. Der Friedensnobelpreis ist die höchste und, wie der Name erkennen lässt, ehrbarste Auszeichnung, die es wohl gibt. Frieden auf Erden. Höchste Ehre dem, der dazu beiträgt. Und sie tun es. Die Mitarbeiter der internationalen Kampagne zur atomaren Abrüstung, kurz ICAN, die Preisträger in diesem Jahr. Die deutschen Mitglieder der geehrten Organisation ICAN scheinen es noch gar nicht richtig fassen zu können auf ihrer schnell einberufenen Pressekonferenz in Berlin. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie aufgeregt sind Sie jetzt gerade? Das sprengt die 10, glaube ich gerade. ICAN ist eine junge Organisation, die sich erst seit wenigen Jahren für ein internationales Atomwaffenverbot einsetzt. Keine One-Man-Show, sondern ein ganzes Bündnis von über 450 kleinen Partnerorganisationen. Sie sind ja alle vielleicht einzeln nicht so sehr bekannt. Das ist auch so ein Grund, warum wir uns verbündet haben und daraus eine große Kampagne von so vielen Organisationen zusammen machen. Ihre größte Leistung ist die Mobilisierung der Staatengemeinschaft, diesen Vertrag für ein Atomwaffenverbot in den Vereinten Nationen auszuhandeln. Inzwischen haben ihn über 50 Staaten unterzeichnet. Die Bundesregierung beglückwünscht ICAN zwar zum Preis, lässt aber gleichzeitig erklären, dass sie das neue Atomwaffenverbot nicht unterzeichnen werde. Wir müssen allerdings anerkennen, auch das haben wir hier schon mehrfach besprochen, dass von einigen Staaten nukleare Waffen nach wie vor als ein Mittel militärischer Auseinandersetzung betrachtet werden. Und solange das so ist und Deutschland und Europa hiervon auch bedroht sind, besteht nun mal die Notwendigkeit zur Welt einer nuklearen Abschreckung vor. Und zwar ist die Anzahl der bedrohlichen Atomwaffen seit den 80er Jahren weltweit reduziert worden, aber die atomare Bedrohung sei wieder gewachsen, so die Friedensnobelpreiskommission. We live in a world where the risk is connected. In der das Risiko, dass nukleare Waffen eingesetzt werden, größer ist denn je. Einige Länder modernisieren ihre Waffenarsenale. Die Gefahr ist, dass da auch andere Länder mitziehen möchten. Allen voran Nordkorea. Der Ansatz des neuen Atomwaffenverbots, das ICAN fordert, sei ein anderer als eine bestimmte. Am Ende steht die große Hoffnung, dass es solche verheerenden Bilder niemals geben wird.
No, so she can see. Aztán legyen minél több feliratkozott. Srácok, ezt egymás között beszéljétek meg, ne találjba, köszönöm. Laci, oké, rendben van, nincs gond, csak dolgokat külön beszéltek, én itt a live-ba.
Igen, fékeztem. Egy picit becsúsztam a X-falba. Pillanat. Melyikre gondolsz? Yeah.
A me nem ért föl, te rákos fasz! Be van kapcsolva. Jó, ne szopsz. Jó kurva nyárdal együtt. Nem tudom, Nassi mit írtál, mert nem figyelem most a csetet. De faszopó. Itt van még a live-nak. Falszopó nem működik. Le is mondom ezt a geclis fuvart. Tettes kurva anyját. De mi a rákos kurva anyád, én nem jössz föl, te rák. Anyu, lefosom ezt a faszopót. Anyjával szorkodom, ne én velem. Ahol a tetves rákos kurvában.
Na srácok, okay, ennyi. A live. Aztán lehet, hogy még megyek ott, de nem tudom. Majd folytatjuk. Sziasztok!